A helység kalapácsa. Szerintem. Írta Balázs Eszter Anna. Prológus, azaz bevezetés a falunk életébe. A mi kicsi nagyfalunkban zajlik ám az élet, pletykálnak itt mindenféle érdekeset szépet. Kint az utcán, postán, boltban hírek kelnek szárnyra, templomjáró kendős nénik vetődnek el árnyra. Két hely van csak, ami tabu, a templom és a kocsma. Márványpadlós mind a kettő, és naponta mosva. Szent dolog a mise nálunk, s utána a jó bor, férfi embert hagyjuk inni, nem zavarjuk jókor. Mert a férfi nagy és erős, nincs hangjának mása, olyan, mint a helyi kovács, a helység kalapácsa. És a kocsma miért jó hely minden áldott este? Ott libeg a pultja mögött, böske beste teste. Erzsók asszony piros arccal sok mindenre képes, pár fröccs után szupermodell, bár 55 éves. Itt a házak párban járnak, egyetértünk ebben. Ott van helye a kocsmának, a templommal szemben. Miért írok ennyi mindent épp ennek a párnak? Böske özvegy, a kovács facér, így hát együtt járnak. De a helyzet nem egyszerű, jönnek majd a gondok. Hallhatja ezt minden ember, igaz sztorit mondok. Beköszön még pár szereplő, mindegyik egy klasszis. És hogy mit tesz feje nagy úr? Elmesélem azt is. Első epizód, ahol kiderül, milyen lények laknak éjjel a templomban. Faluhelyen szokás még, hogy sötétedés után elmegyünk a templomba és nem bámulunk bután. Imádkozunk, könyörgünk és együtt énekelünk, hogy amiért könyörgünk, az ég megadja nekünk. Így történt ez aznap is, bár a sors mit hozott, hát a kántor és a kovács egyért imádkozott. Mind a kettő álmodozott, Erzsók volt a tárgya, nem sejtették kettejüket, milyen sztori várja. A kántorunk kornyikált, a kovács hunyt a szemét, álmodozott és az álom elvette az eszét. Álmodozott és álmában, senki nem állt harcban, és eközben feje nagyúr bealudt a padban. Sötét van már, minden csendes, minisztrán sem csenget, a templomban szörnyű moraj töri meg a csendet. Oroszlán is mérges medve üvölt ki a sorból, vagy csupán egy alvó kovács állatmódon horkol. Megébred az aranytorkú, nyitná már a kaput, de az zárva. Emlegessük érdekesen aput. Fájdalmasan gondolkodik, hogyan szabaduljon, les körbe, hogy Spider-Man-né hogyan alakuljon. Mentő öv vagy mentő kötél megér egy kötetet. Hősünk erősen megfogja a harangkötelet. És már mászik is az édes szabadulás felé. Aki őt bezárta, inkább ne kerüljön elé. Második epizód, ahol kiderül, hogy nem is olyan jó, ha a kocsma a templommal szemben van. Miközben a helyi kovács Survivorost játszik, kocsmánkban a dalos kántor izgatottnak látszik. Most, hogy nincs itt feje nagy, az Erzsók talán szabad. Izgalmában szegény kántor izzad, majd megszakad. Hogy vallja be nagy szerelmét, ettől szinte lázas? Na meg fél is, mert kántorunk réges-régen házas. Otthon várja bepiálva édes párja Mártia, Amazona felesége, nem egy részek hárpia. Ott van már a kocsmában, kinek nincsen dolga, mint például harangláb, a szerény templomszolga. Bagarja, a csizmadia is letette a melót, belépéskor szépen csendben elnyom egy halk hellót. Csepi Palkó, papi sofőr, hozza DJ Pistit, Pisti pedig hozza már a programozott szintit. Egy billentyű nyomásától megszólal a nóta, nem született ilyen zenész Michael Jackson óta. Haranglább úr oda megy a kántor asztalához, mint a cipész visszatért a kopott kaptafához. Látja már, hogy ravasz tervük nagy sikert aratott, haranglába kántor spanyja, ő a beavatott. Nem is csupán öribari, ő a tervek atya, aki a hős kántor alá a lovakat adja. Gyerünk, haver, beszélj vele! Erzsók éppen csapol, nem tesz semmit az az ember, aki csak is papol. Felállt hát a csendes kántor, lehajtott egy felest. Beszélj halkan, kántor haver, a szemkontaktust keresd.
Nagy levegő, hajsimítás, sliccet ellenőriz. Sikerem lesz, mondogatja. Ebben csak is ő hisz. Mindeközben szól a zene, rezeg minden ablak. Odakint az ablak előtt idegen nők vannak. Miniszoknya, hosszú csizma, tetkó, köldökpirszing. Ilyen lenge kinézettel nem lesz ma már leasing. Bemennek a kultúrba, hogy csörögjenek egyet, nem is nézik ők a kántort, aki izgalomtól reszket. Odalibben Erzsókunkhoz, aki némán áll csak. Beállt Erzsók, mint a jószög, mint az ivótársak. Miközben a hűszerelmes vallomás balódul, Csepi Palkó meggyötörve újabb fröccsért koldul. Kint az utcán ragyog a hold a villanyoszlop felett, részek pasas azt nézi a barátok közt helyett. Bámulja a templom tornyát, sokat megélt falak. Azon kúszik lefelé egy jól megtermett alak. Nem sejtik a mulatozók, sem a DJ Pista, az bizony a feje nagy, és nem egy alpinista. Földet ér a bőszült bika, megremeg a talaj. Rég nem volt itt földrengés már, 100 éve volt tavaly. Pár lépés és ott terem a kocsma ajtajában, feltépi és betakarja, úgy, mint általában. Ott látja a szeretőjét szoborként meredve, és a kántor szánalmasan térdepel előtte. Harmadik epizód, a történet akciófilmes része. Hogyan lesz egy zajos kocsma könyvtár síri csendben? Majd a helység kalapácsa segít nekünk ebben. Vérben úszik forgó szeme, halántéka lüktet, képzeletben kint a mezőn akasztófát ültet. Szegény kántor azonnyomban elveszti az eszét, amint a mi hőskovácsunk ráteszi a kezét. Nyűszít, visít, mint egy malac disznóvágás alatt. Szerencse, a méltósága éppen-éppen maradt. Ám mielőtt feje nagyunk, agyonütné szegényt, s szétmorzsolná szegény kántort, mint egy ázott lepényt, előrelép harangláb a kántor régi spanja, s elmeséli kovácsunknak, ki is az ő anyja. Vitatkoznak, kiderül, hogy tőle jött az ötlet. Nem gondolta, hogy e tortán vére lesz az öntet. Itt az idő, nem dönt Isten, sem pár régi rokon. Csattanjon el jó ízűen, néhány könnyű pofon. Bolond az, ki azt hiszi, hogy nem jó falul lakni. Mindig van egy jó ember, ki nem rest rendet rakni. Tudom, nem egy modern izé, nálunk mégis marad. Ilyenkor a férfi erő kettő pártra szakad. Van kinek a haranglába haver, tesó, sógor, van akinek feje nagyunk segített be jókor. Ilyenkor a haverkodás, jó pofizás kevés. Ebből lesz a vidékies tömegverekedés. Verekedők vére folyik, arcuk egyre torzul, bagarja a csizmadia, csak kussol, meg sem mozdul. Előveszi mobilját és nyomja, mint egy veszett. Zsarut hív az agyalágyult mentőautó helyett. Jön a serif, gyalogosan, liheg, mert elhízott. Több mint 30 éve ő, a körzeti megbízott. Útba ejti menet közben kántorunknak házát, harcba hívja lelkesen a kántor nejét, Mártát. Negyedik epizód, ahol minden a helyére kerül, a leharapott fül is. Jön a főtörzs, liheg nagyon, csinálja a lazát, bent a kocsma közepében eldurrantja magát. Persze semmi éles fegyver, vaktöltény volt csupán, muszáj volt, hisz szólni nem tud 100 méter sprint után. A verekedő formáció húzza fülét, farkát, mielőtt a mérges zsaru hátraköti sarkát. Márta asszony amazonként meglátja a hibát, majd lábánál előhúzza rejtőzködő urát. Csépeli egy seprűnyéllel, üti, mint az állat. Nem érdekli, mit talál el, fejet, hasat, vállat. Elvonult a gerlepár is, csendes lett az utca. Ott fekszik a verekedők, minden véres cucca. Bilincsben már harangláb, s a helység kalapácsa. Pár napig most tartja őket a zárkájuknak rácsa. Bent a zárka udvarában, apró szemű murva, végül is a végkifejlet, nem is olyan durva.